sorra érkeznek a természetbarátok eresztvénybe, a Geopark központjába. Február 18-án ezek a fiatalok, akik egyébként a Presley Ridge Salgótarjáni csoportjának tagjai, hazánk egyik legszebb és legváltozatosabb táját, a medvesfennsík környékét szerették volna megismerni a Geopark szakembereinek irányításával. Megtekintjük a hajdani kőbányák területét. Ennek az az érdekessége, hogy valaha itt működtek Magyarország legnagyobb bazaltbányái ezen a területen, tehát az úgynevezett középbányát, kisbányát, középbányatavat fogjuk bejárni, aztán pedig Salgóbánya a geocsodák háza érintésével, a Salgói Vár és a Boszorkánykő érintésével érkezünk ide-vissza eresztvénybe. Teszünk egy kör túrát itt a eresztvény térségében. Van egy új túra útvonalunk, ez a T betűvel van felfestve, látjátok. Ez a hajdani kőbányák vidékén indul. A hétvégi túrát a természet szeretete mellett fontos jövőbeli elképzelések hívták életre. A 10 kilométeres kirándulás során megismert útvonal ad majd helyet egy széles összefogás keretében kialakításra kerülő élménytúra útvonalnak, melynek kiépítésére a következő hónapokban kerül sor. Elindul egy projektünk itt a Geopark területén, egy körtúra útvonalat alakítunk ki, amelyen különböző állomások lesznek, és ezt járjuk ma le. Ami fejlesztéseket tervezünk hosszabb távon, az most egyelőre egy kuponfüzet lesz, amit kiadunk, amihez igazából nem fogunk hozzányúlni semmihez. A jelenlegi túraútvonalat fogjuk felfrissíteni, tehát ha szükség van rá, akkor a padokat rendbe tesszük, ha szükség van rá, felfestjük a fákra a jelzéseket. De későbbiekben viszont tervezzük, hogy új pihenőhelyeket alakítunk ki, vagy majd mezitlábas ösvényt alakítunk ki valamelyik pontján. Megmondjuk azt, így a Geoparkból kaptuk az ötletet, hogy nagyon nagy szükség lenne mondjuk egy olyan madár megfigyelő állomásra, amit egy ilyen kalandparkkal lehetne kombinálni. Ezek még csak tervek, nem tudom, hogy melyik fog megvalósulni konkrétan, de hogy így gondolkozunk mindig egyel nagyobb, ami ide tudja vonzani az ország más területéről is a turistákat. A csapat számára az első lépés az útvonal megismerése volt, az élményprogramok alapját képező történetek, állomások és játékos feladatok kialakításának érdekében. Most találjuk ki, hogy mik lesznek azok az állomások, amiket a látogatóknak végig kell járni. Azt tervezzük, hogy ezeken az állomásokon mindig lesz egy-egy olyan feladat, ami egyrészt felkelti az érdeklődésüket, ha a gyereklátogatóról van szó, akkor leköti egy kicsit az érdeklődését, a környezet szeretetére nevel, a helyi környezet és kulturális értékekre, történelmi emlékekre valamilyen módon kapcsolódik, illetve arra is próbálunk majd figyelni, hogy a különféle látogatóknak megfeleljenek ezek a történetek, tehát lesz olyan kuponfüzet, ami majd gyerekeknek szól, gyerekcsoportnak, lesz olyan, ami családoknak, sőt arra is gondoltunk, hogy ez esetleg kicsit idősebbek, az aktív időskorban kirándulóknak is megfeleljen egy-egy történet, és akkor az állomásokat végigjárva a látogatók majd arra is lehetőséget kapnak, hogy a helyi termelőknek a különféle termékeit megvásárolják, tehát megpróbáljuk majd ezt is beépíteni ebbe a történetbe. Ez egy izgalmas feladatnak tűnik, és hát majd most meglátjuk, hogy mik azok az állomások, amiket így ki tudunk dolgozni és ki tudunk alakítani. Az élményszolgáltatások létrehozása során csupán a lehető legkisebb változásokat szeretnék eszközölni a természet és a táj tekintetében. Az egyedi fejlesztésektől egyrészt a térség népszerűségének, másrészt a helyi termékek keresletének növekedését is várják. A turisztikában járt a szakemberek véleménye szerint az interaktív és újszerű túraútvonalnak van létjogosultsága Salgótarjánban. Salgótarjánnak már az 1900-as évek elejétől nagyon fontos szerepe van a turizmusban. Itt alakult meg a Magyar Kárpátok Egyesület első szakosztálya, és hát az első polgármesterünk is, dr. Förster Kálmán is nagyon nagy szerepet tulajdonított a turizmusnak, a helyiek természetjárásának és az ide érkező vendégek fogadásának egyaránt. Többek között ő az, aki kezdeményezte a Dornyai Turistaház, a ma Dornyai Turistaház néven ismert turistaház felépítését. Tehát itt az itt élő emberek, az iparban, bányában dolgozó embereknek is nagyon nagy kötődésük volt a tájhoz, és hát rengeteg túrát szerveztek a környékünkön. Ennek a hatását érezzük napjainkban is, hiszen az a térség eresztvény, ahol most vagyunk, ezért épülhetett ki így, ahogy. Tehát én elsősorban a helyiek szempontjából nézve azt látom nagyon fontosnak, hogy a salgótarjániak kötődésének az egyik legfontosabb eleme a minket körülvevő táj. Na most, hogyha ezzel a tájjal nem foglalkozunk, hogyha nem népszerűs
minősítjük, vagy nem ajánljuk a tájban a szolgáltatásainkat, a túrákat, az információkat, az előadásokat, akkor elhanyagoljuk ezt a területet, és nyilván a kötődésük is lazább lesz ehhez a vidékhez. A másik pedig, hogy nagyon fontos lenne az is, hogy a turisták egyre nagyobb számban felfedezzék ezt a vidéket. Csalgó-Tarjánnak nincs jó hírneve még mindig az országban, ugye iparterületként gondoltunk rá régebben, és talán még mindig így gondolnak rá nagyon sokan, viszont a minket körülvevő táj az egyik legszebb és legváltozatosabb magyarországi táj.